Vidám hangulatban nyílt meg a 11. pécsi adventi kézműves és mesevásár a megyeszékhely főterén. A város és a Pécsi Egyházmegye közösen nyitotta meg az ünneplés heteit. A Széchenyi téren a korábbi évekhez hasonlóan, leszámítva a világjárvány éveit, rengeteg ember, felnőtt, fiatal, gyermek, családok gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek. Otthon is szoktunk gyertyát gyújtani vasárnaponként, ugye vasárra gyújtjuk a családnál az adventi gyertyát, de azt mondom, hogy sokkal erősebb a családi fókusz nálunk a karácsonynál, mint az egyházi, de ez egy olyan nagyon fontos, nagyon jelentős családi ünnep. A Pécsi Egyházmegye püspöki helynöke Szép Attila arról beszélt, hogy ebben a mostani nem könnyű világban mekkora szüksége van minden embernek a békére, a megnyugvásra, a szeretetre. Az adventi időszak pedig segít ebben. Ez egy olyan alkalom ebben a városban, ami segítheti az adventi készületünket. Mi keresztény emberek karácsonyra szeretnénk készülni, Krisztus születésének megünneplésére, aki a béke fejedelme, mondja róla Izaiás próféta, és ugyan minden esztendőben átéljük az adventet és a karácsony csodáját, de én azt gondolom, hogy ebben az esztendőben talán érzékenyebbek vagyunk egy kicsit. Békefejedelme, mennyire szükségünk van a békére ebben a mostani világban is. A háborús fenyegetettségben élünk, de szívünkben is sokszor van békétlenség, kapcsolatainkban, családjainkban. Vágyunk erre a békére. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy gyermek születik karácsonykor, az életnek a csodája jelenik meg a betlehemi jászolban, és az elmúlt nehéz hónapok, a pandémiának a megpróbáltatása különösen is rávilágított, hogy mennyire értékes az emberi élet. Törődni kell az emberi élettel, hangsúlyozta a püspöki helynök. A világviszonylatban is nehéz időszak miatt érezhető az emberek részéről az a vágy, ami a szívekben van, hogy amikor kívülről valamilyen fenyegetettséget tapasztalunk, akkor próbálunk valamilyen erőforráshoz, vigasztaláshoz nyúlni, segítséget kérni. Nekünk egy első körben a család, tehát mindenféleképpen az advent, az a család és az együtt töltött idő, ami nagyon sokat számít, és az, hogy a gyerekeknek át tudjuk adni azt az érzést, a boldogságot, és az, hogy a szeretetben nőnek fel, és a szeretet ünnepe. Nálunk nagyon fontos, ugyanúgy tartjuk, mint a régi hagyományok szerint, gyerekeket is igyekszünk ebbe az irányba terelni, nevelni, és nagyon is élvezik meg közös készüléssel, bocsánat, a mikrofont itt megesszük mindjárt, közös készüléssel, közös elmélkedéssel, és ilyen egyházi programok látogatásával színesítjük. A nagyobb városrészekben, mint például Kertvárosban is elkezdődött az advent. Meggyújtották az első gyertyát a Szent Erzsébet plébánia templomában, a koszorún. A szeretet ünnepére való készülődésről, az advent vallási vonatkozásáról a templom plébánosa Pavlyakovics Ferenc beszélt. Advent első vasárnapján. A mi közösségünk több szinten készülődik. A felnőttek készülődése az főként abban áll, hogy az egyéni elhatározásokon kívül, hogy minden reggel lesz nálunk hajnali szentmise, és a hajnali szentmisékre eljöve töltekezünk és készülünk, és ezekre a szentmisékre hívtuk meg a közösségeinket is, akik szolgálatot vállaltak, hogy a szentmise utáni agapén ők szolgálnak, ők azok, akik előkészítik az agapét. A gyerekeinknek az első készülődése az múlt szombaton volt, amikor több helyszínen, templomban, plébánia, különféle helyiségeiben adventi koszorút készítettek, és ezt hazavíve ez mellett fognak gondolni Krisztus eljövetelére és arra készülni. Valamint a mai nappal új feladatot kaptak, hogy úgy készüljenek, hogy Jézusnak valamilyen ajándékot akarnak gyűjteni, és ezért szép készület, úgy gondolom, hogy ők is így oda tesznek valamit a sajátjukból, saját életükből, saját áldozatukból. A Pécsi Egyházmegyéhez tartozó egyik baranyai településen, Görcsönyben is aktív vallási közösségi élet zajlik. A plébános Barics Gábriel a következőképpen emlékezett meg adventről. Mindig olyat várunk, amilyenre készülünk, vagy amilyenre mi akarjuk tenni. Én azt gondolom, hogy sokszor a külsőségekre megyünk rá, ugye, hogy milyen díszek legyenek, milyen ajándékok legyenek, meg kik jöjjenek el,
De a legfontosabb az, hogy valóban oda tudjunk figyelni, hogy én hogyan készültem belül erre az ünnepre. Hiszen mégiscsak Jézus földi születésnapjára készülünk, és hogy mit tudok én oda tenni a jászol mellé. Én azt gondolom, ez a fontos. Egy kicsit többet a jó Istennel lenni, többet imádkozni, jobban odafigyelni embertársaimra. Nem véletlenül mondták ezt régen, hogy tulajdonképpen ez egy kis böjt, ahol az ember kicsit többet imádkozik, kicsit jobban odafigyel, jót, igyekszik jót tenni, vagy lemondani valamiről. Úgyhogy ez mindig a kezünkben van, hogy milyenné tesszük az ünnepet. És ez nem a külsőségekről szól, hanem itt belül, hogyan készülök lelkileg erre az ünnepre. Advent csöndesebb időszak, a római katolikus szentmiséken kevesebb orgonaszólóval, kevesebb virágdíszítéssel, lilamise ruhával és hajnali szentmisékkel, a rorátékkal. Ez alól a harmadik vasárnap a kivétel, amikor a lilát a rózsaszín váltja fel.